Na sziasztok, jó reggelt! Még először is, mielőtt belekezdenék ebbe a vlogba, azelőtt elmondanám, hogy a tegnapi egészségedre, a tegnapi videóba itt figyeltem, amikor így leraktam a GoPro-t ide valahova, nem tudom már pontosan, hogy nyitva volt az ablak. És a hőingadozás látszódott, tehát az látszódott, hogy itt meleg van, kint meg hideg van, és tudjátok, ilyenkor ilyen hullámot szoktatok látni, nem tudom mennyire jöttetek már rá, én rájöttem már, hogy mikor gyertyágyújtok, akkor is fölötte van egy ilyen kis ilyen hullám, ilyen hőhullám, és az tökre látszódott a videóba. Most nem tudom, YouTube-on látszódott-e, én most arról beszélek, mikor átmásoltam a gépemre a GoPro-ról, és visszanéztem, tök jól látszódott rajta. Ugyanis nem tudom, ki jött rá, mondjuk, hogy nem hiszem, most senki nem jött rá szerintem, mert a YouTube ugye lerongálta a minőségét, szóval szerintem nem lehet 60 FPS-be fölrakni videót, de nem tudom, mert ez 720-60 FPS-be volt fölrakva. Az én gépemben látszott, teljesen jó volt. YouTube-on nem tudom, milyen a minősége. Nyilván rosszabb, mert ugye lerongálja, hogy több videó ráférjen, hát akkor nem férne annyi videó rá a YouTube-ra, ha nem rongálná rá le a minőségét, ez egyértelmű nyilván. Na! És akkor kezdjük a vlogot. Egy perc volt, hogy elmondjam ezt az egy mondatot, jó van akkor. Jó, kezdjük. Ugye tegnap volt az a videó, hogy körcsör a hasam, meg reggeli fosás, meg így indul a nap. Na most nem volt semmi baj, de itt ugyanúgy görcsöl egyébként, nem tudom mi van. Mondjuk még nem reggeliztem semmi, szóval lehet, hogy ez is a probléma. Most megyek majd mindjárt, csak még föl kell öltözni, a kutyát össze kell készíteni, és aztán megyek általánhoz kajálni. Direkt meg lett fel beszélve már tegnap, hogy akkor ma reggel ott fogom kezdeni a napot, ott reggelizek, mert lehet, hogy itthon terjeng a hűtőbe a vírus, influenza. Ezek szerint máshol nem ettem. Mamámnának mindig izé normális cuccok vannak. Na, mi ez orrhangom? Fújtam én már reggel orrot? Ezt se tudjátok még sokan szerintem rólam, ez a reggeli első tevékenységem, hogy fölkerek és orrot fújok, mert muszáj. Különben ilyen orrhangom lesz. Nem tudom. Na mindegy. Még most is egy kicsit olyan van, de... Jó, aztán mindig el szoktam menni ide a fürdőszobába. Egyébként még annyit kell tudni rólam, hogy reggel fölkeltem, leültem a gép elé. Ideig ennyit csináltam. De hát még úgy én sem vagyok magamnál. Még csak a játékaimat néztem, meg a Facebookot, meg a YouTube-ot ellenőriztem. Azt ennyi. Ez volt a reggeli tevékenységem. Most jön a mosdás. Mi ez a pattanás itt rajta? Jaj, a szemem kiégett a víztől! Már látszik, hogy kiégett a szemem, ezt a veres lett a fejem. Ott csak azért, mert lehajoltam, az belefolyt a fejembe a vér. Én nem tudom, hogy mi van már itten velem, de... Ja, belefolyt a fejembe a vér, hát látszik, a szemem nem folyik ki keresztül, a szemem nem folyik ki a vér, az meg. Mi van itten? Nagy fasz. Na! Jó. Olyan igazából nem lényeges. Pattanások engem nem érdekelnek, borotválkozni most nem fogok, mert nem érek rá ilyen szarokra. Jaj! Azért szoktam már néha így videóba borotválkozni, mert annyira nem érek rá, de tényleg, most nem érek videózni, és kéne borotválkozni, mert még ezt, meg azt csinálni, és akkor így össze szoktam az egészet zsúfolni, és akkor ilyenkor szokott lenni egy órás videó, mondjuk, amikor nekem vannak tevékenységeim, de azt fölveszem videóra, azt közben megpofázok, hát az már, most, hogy én közben kihez beszélek, vagy mit csinálok, az már teljesen mindegy. Legalább ti is szórakoztok, meg én is. Amúgy magamon is szoktam szórakozni. Már azért megérte elkezdeni a videózást, mert magam szórakozom. Mert magam a szórakoztatom.
pont most írt az egyik nézőm, hogy... Várjál, meg keresem az optimat. Nem ezt írtál, csak én keresem. Nem találom. Keresem, kutatom, de nem találom. Pudi, mit nyalakodsz? Nem vagy te nyalakó kutya. Szóval, mit írt nekem? Várjál, már most gondolkozok. Ja, tegnapi videóról írta, hogy amikor itt álltam, és mondtam, hogy annyira görcsöl a hasam, hogy kizuhannak az ablakon. És ez kajakra vicces rész volt. Ezt már is felejtettem. Jó, hogy emlékeztetett rá. És mikor mondom, visszanéztem a videót, mikor tudjátok, mindig felrakom, mindig meg kell nézni, hogy mit pofáztam benne, meg izéjé, meg már címét 8 milliószor elfelejtettem, azért újra meg kell néznem, és akkor egy új címet adok neki. És akkor ilyenkor szokott lenni ez az, így óráig röhögök, meg így nem tudom végignézni a videómat röhögés nélkül, múltkor beestem az asztal alá, annyira röhögtem, meg komolyan mondom. Jó, na jó van, átvedlek. Na jó van, végül is mehetünk tovább, mert innentől kezdve már nincs, amit nem láthatok. Már innentől tök mindegy, hogy mit öltözök, meg hova öltözök. Innentől már mindent láthatok rajtam. Mert ugye az alsó nadrág levitelét azt azért nem lehet látni, mert a YouTube bácsi letiltaná nyilván. Mert a YouTube nem erre való. Majd az akkor lesz, mikor majd pornószínész leszek egyszer, majd 20 év múlva, és akkor majd akkor... Jaj, begörcsölt a hátam! Na, mi ez itt? Ilyen hosszú lábon van. Csak ennyire kinyúlt az oknya mosástól lehet. Ha megállsz már a lábadon? Mármint, hogy most a GoPro-nak szóltam. Mert nem akar megállni a szerencsétlen ember. Vagy mi ez állat, vagy mi ez telefon, vagy mi vagy te gép. Pudi. Panasz volt rád a YouTube-on. Panasz volt rád. Igen. Igen, rád volt panasz. Igen. Hogy figyel. Füle, hogy mozog, mikor mondom neki, hogy panasz. Panasz volt rád. Mintha értené, hogy mi van, és akkor így ártatlanul néz, hogy mi van, mi a fasz csináltam, én nem csináltam semmit, te hülye vagy? Igaz? Borsó szemű Edward, király. Táncol a lován, mi van? Van ilyen vers, tudjátok, iskolában tanultátok, általános iskolában, nem tudom már, hogy volt. Edward király, vagy mi van? Valami ilyesmi, én nem tudom már, mi volt. Régen volt már. És úgy bírom, amikor az idős emberek így beszélnek arról, hogy ja, még mi volt az iskolában, nekünk meg így tanultuk, meg úgy. És akkor én 3 éve ballattam el, azt hiszem, vagy 4 éve, nem tudom már pontosan. Már látod, el sem tudom. Pedig már is most volt pár éve, és már nem tudom, hogy mi volt. Az idős emberek, de nem csak én vagyok így ebben egyébként, tehát másokról is hallom, hogy kérdezem, hogy na mi volt izé-bizé, ő se tudja. Nem tudom. Idős emberek meg így élvezik, így mindig beszél. Vagy csak így halúznak valamit, így találnak valamit direkt. Mondjuk az lehetséges, így beképzelik maguknak, hogy az ő idejükben még az volt, meg az volt, az közben nem is volt, az csak... Izé, valamit álmodtak. Mi ez a pára mentesítés már itt? Tiszta pára dobnak. Na hova gomboljam már ezt még jobban be? Hát nem igaz. Nem találom a lukat. Ó, Istenem! Na így már jó. Talán így valahogy. Így. Igen, elegánsan. Elegancia! Elegancia! Ez mi volt? Ez már nem is izé, nem is német, nem is angol, nem is semmi volt, hanem ez ilyen izé. Ez ilyen joci nyelv volt. Mi ez a szemét kivitel itten? Ja nem láttok, mert sütanak. Vagy mint, hogy nem sütanak, vagy mi van? Még reggel van. Úgyhogy... Pudikán, mindjárt megyünk. Na egyébként az a... Móka Ficének a... Tegnap ugye kitakarítottam a kis ártatlan bogyót, de már megint összedúrta a hágyát. De már mindegy.
Tegnap kitakarítottam, közben én beágyazok, ha nem zavar titeket. És annak a maradványai vannak abban a zacskóban, tehát még azt a szemetet is ki kéne vinni, csak közben nézem a pontos időt, hogy el ne késsek. Időpontra vagyok hívatva a nagymamához, teázgatunk. Jó! Mi az anyád van? Hallottátok, mit szólt hozzám a gép? Tud beszélni, bazd meg. Ez hülye. Ez hozzám vesz. Hozzám beszélt a gépbe, csak én halucináltam be magamnak? Mi van most már tér? De hallottátok, nem? Valaki beszél. Én nem tudom, mi van itt már. Egyszer majd arra kellett fel, hogy valaki kiugrott a számítógépből. Hát szerintem nekem... Szerintem ezt abba kéne hagyni. Olyan vagyok, mint aki beszívott. Vagy még annál is rosszabb szerintem. Azt közül nem is csináltam semmit. Akkor mi lenne, amit csináltam volna? Na. Hajtogatás, Móriczka módra megvolt. Aztán itt írják az egyik, nem tudom kik. Általánosítok, nem akarok kiemelni senki se. Általánosítunk szépen, mondván, hogy az van, hogy mit akartam mondani? Várjál, már valamit akart. Ja igen, a Móka Ficéről volt szó, hogy a neve... Jaj! Fogadjunk, ez nem látszott benne, hogy beestem az ágyba. Na jó van? Elegem van, pont ez nem látszott, mikor beesek az ágyba, az rám csukódott. Még a szemüvegem is elmozdult az ijegységtől. Szóval, hogy a neve nem Móka, nem hosszú óval, nem is rövid óval, nem, sehogy. A neve Móka Fice. És nem hosszú óval, Móka Fice. Nem rövid emmel, nagy emmel. Mó... Milyen mó, ugye? Móka Fice. És egybe! Na, ne kérdezzétek egyébként, hogy mit jelent, nem tudom, fogalmam sincs. Én is kitaláltam valahonnan, nem tudom. Ezt hazahoztam, és akkor az első videóban már lehetett hallani, hogy egyszer-kétszer beszéltem hozzá, hogy szia, Móka Fice, és akkor... És akkor én is néztem, hogy ezt honnan vettem, ezt a Móka Ficét, tehát mondom, nem tudom. Hogy lehet, hogy az állatboltban mondták nekem, hogy úgy hívják, hogy Móka Fice. Nem hiszem. Vagy ki tudja, nem tudom. Nem léptek rá. Az a lényeg, hogy így hívják, az kész. Na. Ennyi. Ezt is elmondtam. Aztán mit akartam még nektek mondani? Majd még útközben eszembe jutná. Ugye el fogunk menni. De úgy bírom amúgy. Rövidebb ideig beszélek az úton, mint itthon. Én nem tudom, hogy ez hogy van. Hogy az utcán kevesebb ideig beszélek, mint itthon. Na jó van. Lecsukjuk. Mint a csapó kutyát. Na jó, ez nem volt vicces. És akkor izé. Intunk. Intunk. Hallott? Intunk. Nem öntünk, hanem intunk. Jó van. Akkor intunk egy teát, nem öntünk, hanem intunk. Tiszta hülye vagyok. Nagyon szörögjél már! Hú, gyerekek, nem tudom, mi a bajom. Valaki orvos közületek? Akkor mondjátok már meg, hogy mi a bajom. Kedves doktor nő vagy doktor úr, mondja már meg, hogy mi a panaszom. Az idegbetegség, mi? Az lehet. Mi ez a hang? Ja, játékba szól, bazd meg ezen. Azt hittem már, hogy jönnek a rablók. Azt már vettem volna elő a fegyvert, meg a nagykést. Na. Mi van, pudikám? Na.
Mi ez? Mikor leszek én már 9-es szintű? Mielőtt megkérdeznétek, hogy mivel játszok. Nem tudom, mennyire látjátok, vagy mennyire tudjátok kinézni. Ez a Simpson család, de ezt már mondtam is amúgy. Valamelyik nap, valamelyik videómban, vagy nem töltöttem föl? De mostanában minden videót feltöltöttem, szóval nem tudom akkor mivel mondtam, valamivel így mondtam, nem tudom. Na mindegy, szóval ebben játszok. Elég jó játék. Most kezdtem újra, mert annak idején is játszottam vele, csak aztán a telefonom nem bírta. Igazából az bírta, csak valami az szarrá ment az egész. Tehát azóta rájöttem, hogy újra kellett rakni. Teljesen jól működik az egész telefon. Tehát, mintha új lenne. Pedig csak újra programoztam az egészet. Tényleg olyan, mint amikor gyárból megjött, azt kibontom. Na, van már 1800 pénzem. Hú, hát abból már tudok. Pudi, mit csinálsz? Ugye nem fogsz behugyozni a szobába? Akkor levágom a pöcsötet. $2300 van. És akkor úgy tartunk most, hogy keresünk egy házikót, amit meg akartam venni. Házikót, abban lakik nagyon jó. Vagy ilyet már vettem, ilyen 1800-as cucc kombót. Mi ez? Ja nem, 3800-as kell nekem venni. Ahhoz meg még nincs lóvé. Tehát ahhoz még gyűjtenem kell. Egy keveset. Hát jó, akkor ahhoz még gyűjtünk. Jó, már szerintem ez mára meg lesz úgyis. Oksa bébi. 9 óra 30 van, az 10 órára nekem már rég át kellett volna érni. Mondjuk még van fél órán, de hát tudom én milyen vagyok, már tudom magamat, hogy... Több idő, komolyan mondom, az elkészülés, mint amire odaérek. Vagy mint amennyi időre ott odaérek. Vagy mi van? Még reggel van. Tudom, hétfő van egyébként, mindenki más már iskolában. Én nem vagyok iskolában. Tudjátok, én nem járok iskolában. De amúgy járok. Csak most ugye gyakorlati hetem van, vagy én sem tudom amúgy pontosan, mi van most. Na, jó, ebben meg vagyunk, még sincs este. Na, akkor útnak induljunk. Azt mondjátok, fel vagyunk készítve. Készülve, fel vagyunk készülve. Fegyveriek, meg minden, hogy... Na jó, van, én kimosom a számot, mert én már összeakadt a nyelvem is, az meg 86-odjára. Mi a fogkefét, meg a fogkrémet meg ott hagytam, na jó van. Akkor plusz munkát csináltam magamnak. Jaj! Ezt nem akartam. Félek, hogy a Playboy összetörik. Ezt kaptam karácsonyra, tudjátok. Ez annyira jó minőségű egyébként. Igaz, hogy 80% a víz a parfümnek. 10% meg ilyen nedv, ilyen virágnedv. A másik 10% meg nem tudom mi. De ahhoz képest jó illata van. Mert ugye az igazi parfüm lenne, akkor nem lenne víz benne nyilván. Vagy nem tudom, lehet, hogy van benne. De én azt gondolom, hogyha 80.000 forint lenne egy parfüm, akkor szerintem annak tényleg 100% a parfüm. Tehát abban nincs víz szerintem. Mondjuk lehet, hogy van benne valamennyi, lehet, hogy kell ugye, hogy folyékony legyen, vagy én nem tudom, hogy van ez. Nem vagyok én parfüm szakértő. Én csak józan paraszt ésszer akartam valamit kikombinálni. Nem jött össze. Na mindegy. Maradjunk. Tve! Na már ez se 10 perces vlog lesz szerintem. Nem baj, szeretitek, én tudom, hogy szeretitek. Mondtátok, mikor.
Én mindig aggódok, hogy túl hosszú videókat csinálok, az felrefér tök jó, csinálom, pont így kell. Mindig túl aggódom, hogy jaj, most ez túl hosszú lett, izé. Az közben pont az, hogy szeretitek a túl hosszú videók. Én nem is gondoltam az emberekre, hogy én magamból indultam ki. Hogy én nézni, amikor nézek más videóst, ilyen egy óra, két óra hosszás videókat, tudok folyamatosan egy helybe végignézni, nekem meg kell állítani 10-szer, föl kell kelnem, el kell mennem ide, el kell mennem oda, ennyi. Nem tudok egy óra hosszáig ott helybe állni, csak akkor, amikor kajálok mondjuk, hogy valami. Mert mindig valahogy fölidegesítem magamat, azt el kell, hogy menjek valamerre. Na, mi ez a rengeteg pattanás itt rajtam? Ja, hát pattanás korszakban élek. De hány perce meg? Kell 3 óra? Mi van? Jaj, bocsánat. 21 perc, én kiszámoltam körülbelül 21 perce videó. Ök, mi ez az emlegetés csuklós minden isten? Mi ez van itt? Jaj, tudom hol van, nem volt azok még ma. Hogy futok? Itt vagyunk most már konyhában. Hála a jó Istennek! Ezt is megéltük. Hogy kell ezt fővenni? Kérdeztétek, ki az a Gómárk? Ott van a csatornámon, ki van rakva a kis csatornája. Kattintsatok rá, iratkozzatok fel rá is. Ha tetszik. Ha nem tetszik, akkor is. Ilyen motoros videókat csinál, meg ilyen biciklis, nem tudom mit, trükköket, meg birkózik, meg ilyenek. Meg vlogol is. Szentesi gyerek. Úgyhogy barátságos. Tehát fiatalabb, mint én, az biztos. Nem tudom pontosan hány éves. Nézzétek meg, aztán ha tetszik, akkor tetszik, ha nem, akkor így jártatok. Na, irány a Buda! Ivár központ. Itt hol a cipőm? Ja. Azt hittem megette a patkány. Na, szóval, hogy kiszámoltam, mert ugye 3 óra 18 perc fér rá a GoPro-ra, így felvéve egyszerre, és ő 2 óra 55-öt mutat, tehát még annyit tudnák videózni rá. Szóval akkor hozzáadunk 5 percet, az már 3 óra, meg hozzáadjuk a 15-öt, hát 18-at, vagy mennyit. Na jó, tehát ilyen 20-valahány perce videózok. Ki lehet ezt kalkulálni? Mert ugye ez nem írja folyamatosan, mert amikor megállítod, akkor mindig csak azt írja, ahol most tartasz. Tehát most én 17 percet látok, de elébb én megállítottam, arra nem emlékszek, hogy hány perc volt, és akkor én nem tudom, hogy most mi van. Tehát ez csak ennyi. De ez így jó, ahogy van. Ez így jó. Aztán jön a rengeteg e-mail. Alig győzem már olvasni. Rengeteg e-mailek. 100 e-mailből 80 arról szól, hogy el szeretné kezdeni a vlogolást, csak nem tudja, hogy hogy kezdje, meg nem tudja, hogy milyen kamerát vegyem. Mert én tudtam, hogy mivel fogom kezdeni, én sem tudtam. Fogalmam se volt. Elkezdtem, azt kész. Tudjátok, hogy kezdtem el? Kimentem a konyhára, megfogtam a telefon. Várjál, nem is így kezdtem. Először megpróbáltam, hogy nem tudtam, hogy hogy kell YouTube-ra feltölteni. Először csináltam egy próbafelvételt, még akkor a tengeri malacomat megfogtam, beraktam a szobámba, emlékszek rá, még akkor 16 éves voltam, vagy még annál is fiatalabb, nem tudom. Azt elkezdtem ugye telefonnal venni a dömét. Aztán feltöltöttem YouTube-ra, aztán hú, nagy volt az örömmel, sikerült! És aztán mondom, akkor kipróbáljuk vloggal. Kimentem ebből a konyhába, telefon be, 80-szor leesett, meg jó, akkor még szar volt a minőség, meg minden, de életem első vlog videója ott volt a konyhába, nem volt semmi, nem úgy kezdtem, hogy sziasztok, engem így hívnak, meg úgy, meg amúgy, meg így, meg úgy, ezt csinálom, meg nem volt ilyen, igaz?
Egészségedre, nem volt ilyen. Elkezdtem, belevágtam, mint a lecsóba, az kész. Nem volt itt olyan, hogy gondolkoztam egy óráig, meg egy évig, hogy na milyen kamerát vegyek, hogy kezdjem el, mit csináljak, hova menjek, mit csináljak. Elkezdtem, belevágtam a lecsóba. Aztán látjátok, fejlődök. Vagy fejlődtem, vagy mi van már. Én sem tudom. Minőségbe is. Meg vlogolás szempontjából. Hát tudom, hogy még az első videón, mondom ott a konyhában, szinte arról szólt az egész, hogy szabad napot kaptam, és hogy fő voltam háborodva, meg hogy bementem fölöslegesen, meg milyen hülyeségek. Szóval erről szólt az egész, nem tudom hány percig. De semmi olyan nem volt benne, hogy én nem tudom. Jó, mondjuk sok embernek ez is tetszett. De én megmondom őszintén, ez, hogy most így már fejlődött szemmel visszanézem, meg más fejjel, visszanézem a saját videómat, azt mondom rá, hogy ez mi? Tehát, hogy én fejlődtem, és látszik rajtam, hogy a minőség, vízés, így komolyan így visszanéztem, mintha nem is én lettem volna, és így agyfasz kaptam, hogy ezt én csináltam, de egyébként jó, teljesen jó első videónak, teljesen jó. Na, várjál, még a kutyát is föl kell majd öltöztetni. Csak először gondolom, kiviszem a szemetet. Aztán idé, aztán jövök vissza, mikor a kutyát. Pont jó egyébként, hogy kinyomtam, mert pont jött a postás. Azt hozta a váltságdíjat, mondom. Ezt mondom, nekem mindbe kéne fizetni. Azt mondja, igen, de majd mondom, nekem nincsen semmi pénzem, mondom, nekem csoki van csak. Azt mondja, az is jó lesz, mert úgyis éhes. Én mondom, ennyi. Azt mondja, persze. Mondom, hogy jó van. Jaj, bugyuta vagy nagyon. Nagyon bugyuta vagy. Olyan vagy, mint egy kullag. Jaj, bocsánat, nem akartam harapni. Jaj! Fáj a lába, Tudi? Mi van? Fáj a lába, vagy csak kényes vagy, vagy minden? Te is megváltoztál nagyon. El vagy kényeztetve. Igen. Igen. Kis pöcsös. Ne lihegjél. Mert megliheglek. Vagy megint mi volt ott? Hullancs volt a lábod, vagy mi az Isten van már veled már? Most már agyvesz kapok. Na, jó, van, induljunk útnak. Ja, én meg véletlenül kinyomtam a kamerát. Jaj, ezt nem szeretem. Akkor 80-szor meg kell állítani, egyszer azért, mert véletlen volt, egyszer azért, mert direkt, egyszer azért, mert megint direkt, aztán meg megint, aztán meg már össze vagyok kavarva, mint a szar. Jó. Nem jó ez sehol se. Mi ez a rengeteg rica meg kukorica? Madár... Ja igen, lefújta a szél a madár. Eltetőt, mert valamelyik kirakta az erkére, azt lefújta véletlen a szél. Ez ketté tört. Nem baj, hát így is meg fogják enni a madarak, mondjuk már nem hiszem, mert jön a tavasz, tehát már nem fogják avval. Inkább a kukacokat fogják enni a földből. Gyere, kutya! Gyere kutya, mert elvisz a szélvihar. Tegnapi videómon én is meglepődtem egyébként visszatérve erre a témára. Annyi sípolás volt benne, hogy még a fülem is cseng azóta. Rengeteg sípolástól. Direkt csináltam amúgy. Tudjátok, hogy nem szoktam az ilyenekkel foglalkozni, hogy mit mondok, meg nézé. Tehát ez nem egy tévéadás, hogy nem egy élő adás, hogy ki kelljen valamit sípolni, vagy valami ilyesmit, tudjátok. Csak nem tudom, olyan hangulatom, hogy mi lenne ha, és akkor mindig ott a mi lenne ha. Az öreg asszony közben jön. Lehet, hogy hangosan mondtam. Hátra is nézett.
És akkor kipróbáltam. Jó lett végül is. Nekem tetszett. Igaz, kiskutyám, ez a lényeg, hogy nekem tetszett. Én kis kertet nevelgetek, már nekem jó ez a... Jó nap volt! Köszönöm szépen! Júj, bocsánat! Gyere befele! Mi ez a hagymaszal itt bent? Na, ennyi volt mára. Sziasztok, mert itt már ötször pofán rúgtam szerencsétlen kutyát, ki is kap.